Nem tudom, ismeritek-e az alaszkai malamutokat. Ezek a csodálatos kutyák eredetileg az inuit eszkimók szárnyait húzták, és egy rövid faj meghatározást is hoztam nektek. Úgyhogy röviden tehát így lehet definiálni a malamutok külső és belső tulajdonságait. De bevallom őszintén, na én is kicsit így érzem magam, amikor a Z-generációról véleményeket hallok vagy olvasok. Én trunktomi vagyok, és én is közéjük tartozom. A generációs szakadék mindig is létezett, és tudom, hogy mindig is ott húzódott a nagyszülők, a szülők és a gyerekek között, és azt is tudom, hogy amikor ti felnőttek, ezt a képet látjátok, ti valószínűleg egy kalapra gondoltok, miközben én, mint fiatal kisgyerek tudom, hogy ez igazából egy kígy, ami megevett egy elefántot. De rólunk a Z-generációról úgy beszélnek, mint az első globális generációról. Azt mondják rólunk, hogy mi vagyunk az elsők, akik ugyanazt eszik, ugyanazt iszek, ugyanazokat a termékeket fogyasztják, és ezen keresztül sokan azt a következtetést is vonják le, hogy mi ugyanolyanok vagyunk, pedig ez nem így van. Nagyon is különbözőek vagyunk, és ezt igen szeretjük is megmutatni. Sokszínűek vagyunk, és megvan a lehetőségünk arra, hogy a saját miértünket és a saját álmainkat sokkal gyorsabban, mint valaha, és sokkal intenzívebben, mint valaha tudjuk megélni. Sok márka, sok nagy vállalat már hajlandó babzsákok megvásárlásával is beruházni annak érdekében, hogy minket, mint munkaadókat, vagy mint munkavállalókat megtartsanak. Mert azt beszélik rólunk, hogy mi nem is vagyunk lojálisak, és hát mi nem is tudunk igazából egy cégnél maradni hosszabb ideig. Ami szerintem jó és szuper, hogy babzsákokat vásárolunk, de ezt szerintem mi a kicsit a felnőttek félreértik. Mert a babzsák nem más, mint egy jelkép, egy szimbólum. A jelkép annak, hogy mi a céljaink, az álmaink, a miértünk elérése közben mennyi formát fel tudunk venni, és mennyi mindent tudunk érezni, és nem. Nem mindannyian ugyanazt. Szintén a márkákat nagyon érdekeljük, mert hát logikusan mindannyian azt gondolja, azt remélik, és azt akarják, hogy az ő termékeiket fogyasszuk. És mi igenis szeretjük ezeket a márkákat, a nagy fogyasztói társadalom szimbólumait, mert velük közösen nagyon-nagyon jó saját mozgalmakat és saját ügyeket tudunk létrehozni, olyanokat, amikre nekünk igazán szükségünk van. Az egyik kedvenc zenészem, Macklemore, nagyon jól elrepelt ez az egyik számában, bár kicsit kritikusan, de ezek a sorok akkor is nagyon-nagyon igazak. Nézd rám, egy menő srác vagyok, individuális, igen, de egy mozgalom része. Szerintem ez nagyon is igaz ránk, és ez egyszerűen teljesen stimmel. És hogyha már cégekről, vállalatokról és munkahelyekről beszélünk, felolvasnék nektek egy rövid kis verset, amit egy 11 éves srác küldött. Sneakerhead leszek, ezzel sokat keresek. Otthon lesz a munkahelyem, nem úgy, mint neked. Cipőket gyűjtök, eladok és veszek, a Resell Market vezetője leszek. Adidas a kedvenc márkám, ez biztos, hogy sokan bánják. Mindenhova elmegyek, néha be is kempelek, sokkal nem értik meg, hogy most miről verselek. Légkondis fullos az irodám, jacuzzi is lesz talán. Az asztalom teli van lépőkkel, a falam pedig még többel. Szerintem nagyon érdekes, hogy a jövővel kapcsolatban, főleg a munkahelyekkel kapcsolatban nagyon-nagyon sok gondolat, nagyon sok kétel van az emberekben és a fiatalokban. Ott van például az AI, a mesterséges intelligencia, de mégis ez a srác a sneakerek világáról írta ezt a verset. Arról a világról, ami az én világom és még sok más szenvedélyes fiatal világa. A sneakerek tulajdonképpen azok a gumitalpú sportcipők, amik körülbelül 100-110 éve egy óriási innovációnak számítottak. Az akkori generáció valószínűleg sose gondolta volna, hogy a mai fiatalok világát ez egyszer mennyire fel fogja forgatni, és mennyire mindent megváltoztat. Nekem ez volt az első kis sneakerem, és azóta nekem is egy teljes generációnkat összekötő rajongása és szenvedélyé vált. De nekünk, ami igazán fontos ezekben a cipőkben, és amivel igazán elérnek minket, azok a karakterek a cipőkben és a cipők mögött. A limitált darabszámok, a történetek, a sztorik a cipőkben. A kultúra, amit mi igenis tovább szeretnénk vinni, de a magunk módján. Akár az utcán, a kempeléseken keresztül, szóval az utcán való sorbanállásokon keresztül a másnap megjelenő cipőért, ott azon a helyen, szóval az utcán, ahova egyszer legalábbis a legtöbb, nagyon nagy mozgalom sokszor tényleg eljut. És én is aludtam már például az utcán egy cipőért. Én is már megtettem ezt a barátaimmal, mi is el voltunk ott. És különben egy szuper élmény, mert tényleg összehozott teljesen ezt a közösséget, és valami nagyobbat kreál. És ez az a csodálatos közösség, ahol bármi megtörténhet. Még az is, hogy 10-11 éves srácok már
nagyon drága és több száz, több ezer eurós cipőkkel különben kereskedjenek, ami egyrészt természetesen jó, hiszen úgymond talpra esettebbé válnak, kitanulják kicsit a piacot, az üzletet, furfangossá válnak, és megtanulnak a hibáikkal élni, és a hibáikból tanulni. De akármennyire azt mondják rólunk, hogy mi mai fiatalok, mi már önfejűek vagyunk, és mi senkire nem akarunk hallgatni, aki idősebb nálunk, vagy egy előző generációval származik, ezt megcáfolom, mert ez nem így van. Nekünk ugyanúgy szükségünk van arra a támogató kézre, akár a szülőktől, akik esténként fáradtan hazajönnek a munkából. Nem tudom, ismeritek-e Zeg Zoltántól az Este jó című verset. Mi ezt az érzést nem akarjuk elveszíteni, bármit is mondanak. Például, amikor én kisgyerek volt... Köszönöm. Amikor én kisgyerek voltam, akkor én erre aludtam el még a szüleimmel, és igenis, szükségünk van erre a támogatásra, vagy sokaknak akár egy oktatásra például a márkáktól. Egy olyan oktatásra, amivel pont ennek az üzleti világnak megismerheti a veszélyeit, a rosszabb oldalát, hiszen azért tudjuk, hogy nem minden, ami jelenleg történik velünk az online és az offline térben, mindenképp jó. Sok kritikus dolog van, és nekünk is megvannak a kételjeink, megvannak azok a gondolataink, amikkel ebben kételkedünk, és pont ez így lehetett meg engem is, amikor az én első kis limitált darabszámú kollekciómat megterveztem. Mert igenis, megvannak bennünk ezek a gondolatok, és amiket a streetwear-en keresztül, szóval ezen az utcai divaton keresztül meg tudunk osztani másokkal. Ezzel igenis fel lehet tenni akár kérdéseket, és hogy is mondjam, akár provokálni. De persze ez a sok kételj mellett ugyanúgy megvan bennünk is az ambíció, a szenvedély és a vágy, hogy mindannyiunkat úgymond egy rangon kezeljenek, és egyformán. Csak lehet, hogy mi pont ezeket kicsit máshogy fogjuk megélni. Ott van például Tinker Hatfield. Ő igazából egy építész, de mégis ő lett a valaha volt talán legikonikusabb cipőinnovációnak a tervezője, a Nike-nak az R-technológiájának. Nagyon érdekes, hogy ő volt az, aki a leghíresebb cipőihez az inspirációt egy építészeti remekműből merítette a Pompidou központból. És lehet, hogy mi pont rajta keresztül fogunk eljutni a klasszikusokhoz. Akár sokan közülünk például az építészet zseniális világához. De mégis megvan az, hogy sokszor irónia, humor és gyerekes egyszerűség tud nyerni nálunk, és azzal lehet minket elérni. Mert azért szerintem ez itt mögöttem nem mindenképp egy profi tervező munkája első látásra, de mégis mindezek a pólók, mindezek a ruhák minden héten, minden csütörtökön 12 órakor másodpercek alatt elfogynak a weboldalakról, mert ott van nagyon-nagyon sok olyan szenvedélyes fiatal, mint én. És mert igenis tudnak minket inspirálni. Hihetetlen karakterekkel, lemásolhatatlan sikertörténetekkel. Ott van például akár Michael Jordan az egész Jordan márkával, ott van Tinker Hatfield, akiről az előbb meséltem, ott van McLemore, akinek itt volt az idézete, és ott van akár mondjuk DJ Khaled, aki szintén egy zenész, és ők mind ezekhez a márkákhoz kapcsolódnak valamilyen szinten, és tudnak minket inspirálni. És rajtuk keresztül eljutunk arra a pontra, eljutunk oda, hogy igenis elkezdünk hinni a feliratnak a 11-es Jordan cipő dobozán, ami azt mondja nekünk, hogy mi vagyunk azok, akik ezeket a cipőket naggyá teszik, és valami igazán különlegessé teszik. De szerintem ez a mondat úgy igazán azzal válik teljessé, amit egyszer Michael Jordan kosárlabdázó mondott. Az, hogy nem is az a fontos mindenképp, hogy milyen cipő van pont rajtunk, hanem az, hogy mit teszünk azokban a cipőkben, és hogy tesszük azt úgy igazán különlegessé. Érdekes, hogy azt mondják rólunk, hogy mi már nem lázadunk. Pedig igenis, minden egyes generáció valahogy lázadott, vagy mi mindig lázad. Puzsé Robert aztán azt mondta az egyik YouTube videójában, hogy a mai fiatalok már nem lázadnak, már csak az árral akarnak úszni. De ez nem így van. Megkérdeztem, hogy ti mivel lázadtatok? Volt ott ugye akár alkohol, cigaretta, hippi mozgalom, de nekünk ezzel egy komoly problémánk volt. Nem maradt meg semmi, ami úgy igazán a sajátunk lehetne, ami a mi lázadásunk lenne. Így hát ebben az őrült, felgyorsult, megváltozott globális világban, a fogyasztói társadalomban márkákkal lázadunk. És azzal, hogy a közösségi médiában mondhatom, hogy talán provokálunk. A közösségi médiában ott, ahol már márkák azzal tudják elnyerni a mi szimpátiánkat és a mi hűségünket, hogy úgy viselkednek velünk kicsit, mint például abban mi a barátainkkal. Megpránkelnek minket, átvágnak minket, kicsit megviccelnek minket. És igenis, ennek sikere van.
itt a mai, a jelenlegi korszakban most már rapperek és zenészek márkákról énekelnek. Easy, 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 just jumped over Jumpman. És már nem is tudjuk, hogy igazán melyik is a kedvenc márkánk jelenleg, mert hétről hétre új kollabok, új összedolgozások jönnek ki és jelennek meg, és a jelenlegi favoritunk nem tudhatjuk, hogy a következő héten pont milyen értékeket fog képviselni. Mi már egyszerűen máshogy vagyunk hűek, de mégis vágyunk az igazira, a realra, úgy a sajátra, mint például Gósa. Gósa Rubcsinszki. Ő egy orosz divattervező, aki elhitette teljes az egész világgal azt, hogy nem mindenki mindenképp csak New Yorkra lehet kíváncsi, hanem akár mondjuk Kaliningrádra. Ő az, aki igazából szintén minden, nem igazán foglalkozott minden szabállyal, és aki például az Instagramjára kakasokat posztol. Egy teljes poszt-szovjet mozgalmat tudott létrehozni világszerte, ami szerintem zseniális, mert nekünk igenis új hősök kellenek, és új hősök is születnek, mint például Virgil Abloh. Virgil Abloh szintén építész, de közben ugyanúgy cipőtervező, és mert teljes divattervező. Ő mondta azt, hogy ez a streetwear, ez az utcai divat, ez a modern kor művészeti mozgalma. És hogy már nem gondolkodhatunk csak lineárisan, mert azon keresztül csak az eddigi munkáinknak a másolatát tudjuk létrehozni újra és újra. Szerintem egy zseni, igazából egy gondolkodó, hogyha úgy nézzük, és az a fő eleme neki talán, hogy nem gondolkodik lineárisan. Például azt képviseli, hogy már termékek lehetnek mémek, ráírta a cipőfűzőre a cipőjén, hogy cipőfűző. Egyszerűen néha azt érzem, hogy önkritikára bírja azokat, és megvicceli azokat, illetve még azokat is, akik követik őt. És egyre több márka kezd el pont így nem lineárisan cselekedni és gondolkodni. És elkezdenek feltűnni olyan helyeken, ahova, hogyha először ránézünk, azt gondoljuk, hogy nem is lennének valóak. Mint például a kifutókon, ott van a DHL, a futárszolgálat, akik jelenleg a csúcson vannak, de miért is teszik ezt? Azért, mert bármikor érkezhet ebben a gyors világban egy új márka, egy új cég, akik ezt a mai világot még jobban értik, mint ők, és hirtelen letaszítják őket akár a trónról. És ennek igazából van is hatása, és működik, mert ettől a nem lineáris gondolkodástól, mert csomó fiatal akar a DHL-nél dolgozni, csak hogy ilyen pólója legyen. Régen szerintem hasonlóan Andy Warhol játszott a márkákkal, bár szerintem már minden kicsit megváltozott, és valahogy más lett tényleg. Mert most már a művészet több lehet, mint egy vászonra festett festmény. Ami szintén zseniális, de például mindannyian hallottatok valószínűleg az önmegsemmisítő festményről nemrég Banksytól. Igen, az is művészet volt egy teljesen másik dimenziójában. Szerintem ez a mai világban a zseniális. Nem a fogyasztói társadalom, hanem a közösségi média teljesen új hősöket hozott létre nekünk. Új hősök születnek, és már az megtörténhet, hogy gazdasági vezetők kerülhetnek hozzánk olyan közel, mint akár régen a népmesékben a legkisebb fiúk. Ott van például Elon Musk, akár már Kylie Jenner is, vagy nekem Scott Morrison. Egy érdekes találkozás. És bármit mond, bármilyen kutatás, hogy mi már csak igazán inspirálva, vagy úgymond befolyásolva, klasszikus influencerek által lehetünk, hogy nekünk csak influencerekre van szükségünk. Ez nem így van szerintem. Mert kijelentem, hogy nekünk inspirátorokra van szükségünk, nem pedig influencerekre. Olyan személyekre, olyan karakterekre, akik hatással lehetnek ránk úgy igazán, és akár hagyhatják, hogy mi is hatással legyünk rájuk. Például ilyen akár James Jabbia is, a Supreme márka atya, alapítója, inkább kicsit egy legenda, mert a háttérben rejtőzködik, de mégis ezen keresztül valahogy csomó-csomó fiatalt inspirál. Az ő márkája a Supreme végképp a kedvencem, ők voltak azok, akik a divatvilág minden egyes lineáris szabályát egyszerűen felborították. Bebizonyították azt, hogy nagyjá lehet válni, és a csúcsra lehet jutni, azok a nagy divatházak téli, nyári, őszi kollekciói nélkül is, zártkörű divatbemutatók nélkül is. Mert ők igazából hétről hétre új kicsi kollekciókat dobnak már piacra. Bebizonyították azt, hogy már nem is a fast fashion a leggyorsabb, hanem ők. És hogy a tömegtermelés sem ad választ mindenre, hanem akár már a limitált kollekciókkal és a limitált darabszámokkal a környezetet lehet valahogy védeni. Hogy a legkisebbekből lehetnek a legnagyobbak, és hogy a legnagyobbak már akár kisebbekhez akarjanak csatlakozni, mert a világhírnévben nem mindenki privilégium. Ők se gondolkodtak lineárisan. De mindezt azért mesélem el nektek, hogy megértsétek, hogy én szintén miért adtam fel ezt a lineáris, vagy akár klasszikus életpályámat. Hogy miért adtam fel a helyemet egy itthoni,
elit suliban egy osztrák, tulajdonképpen vidéki iskoláért, ahol, ahol a versenysport, a síelés mellett a gazdasági oktatásra fókuszálnak. Valószínűleg, mert kockáztatni akartam valami újat megismerni. Egy olyan közösségben akartam, egy olyan új közösségben akartam tanulni, ahol az osztálytársaim szülei nem mindenképp öltönybe jönnek a gyerekekért. Valamit teljesen újat akartam megismerni, és természetesen nem akartam feladni az én szenvedélyemet, a másik szenvedélyemet, a síelést, a versenysportolást. Hiszen jól döntöttem, mert most ennélkül valószínűleg nektek ezt se tudnám akár megmutatni. De attól függetlenül, hogy iskolát váltottam, én még ugyanúgy az Oxfordi Egyetemre készülök, egy egyetemre, ahol az iskolán kívüli tettek és tapasztalatok legalább annyit számítanak, mint bármi más. És mert engem az igazán inspirál. Mert ez így egyben az én őrült álmom, és nem is leszek mindenképp szóló, hogyha ez pont nem így sikerül, vagy nem pont így. De higgyétek el nekem, a képernyők mögött és a ruhák alatt ott vannak igazi fiatalok. Igazi srácok és igazi lányok, ugyanilyen őrült és ugyanilyen különböző álmokkal. Látom, hallom és tapasztalom. És mi ezeket az álmokat igenis szeretjük másokkal, felnőttekkel, veletek egy jó közös jövőért, nem csak az online térben, nem csak a közösségi médiában, de megosztani. Köszönöm.